hatalmas hálóban terelik a halakat a tó egyik végéből a másikba. Kell az erő a munkához, több ezer kilogrammot mozgatnak a kemecsei haltelep dolgozói. Az sem árt, ha jól bírják a hideget, van, aki több mint fél órát is eltölt a most már mindössze 4-5 fokos vízben. Alá vagyunk öltözve, még ezt hagyják, amíg nincsen mínuszfok kint, addig jó. Mindezek ellenére jó hangulatban zajlik a munka. Étkezési halat jellemzően pontyot terelhetnek ezen a telepen. A megye több pontján lévő halastavakból kifogott halak kerülnek ide, itt ugyanis könnyebb a nagykereskedelmi értékesítésük. Idén sem volt könnyű évük az ágazatban dolgozóknak, elsősorban az időjárás miatt. Mivel az asztalra kerülő halat 3 év alatt állítják elő, az időjárást is ennek táblatában kell nézni. Az előző 2 év nagyon asszályos volt, ahogy ez a nyár is forró és száraz. Most kerülnek azonban csak napvilágra a negatív hatások. Egy alacsonyabb vízszint eleve kisebb életteret biztosít a hal számára. Az a természetes táplálék, amely rendelkezésre kell, hogy álljon a megfelelő növekedésnek, hiszen a növekedési erély tulajdonképpen, illetve a növekedési lehetőségek egyfelől a takarmányozásból, másfelől pedig a természetes táplálék rendelkezésére állásából adódnak. Ez nyilván így korlátozottabb. Aztán kitettebb a különböző halevő ragadozóknak, gondolok itt a különböző madárfajok kártételére, illetve emlősfajok kártételére, hiszen könnyebben hozzáférnek ez az állományhoz. A sirályok már itt is kapásra várva róják a köröket a magasban. A haltermelők dolgát a takarmányárak emelkedése is nehezítette, bár ez inkább a jövő évi termelésre hat majd negatívan, hiszen sok helyen előre betáraznak takarmányból. Mivel ezt teszi ki a költségek akár 40-45%-át, a termelők nem tudják lenyelni a veszteséget. Az általunk megkérdezett szakember szerint noha a ponty idén valószínűleg már nem drágul tovább, várhatóan jövő tavasszal lehet ismét áremelés. A termelőknek már nagyon régen a takarmányáraktól kezdve a béreken keresztül az egyéb input költségeken át nagyon komolyan oda kell figyelni arra, hogy megfelelő termelékenységet, megfelelő jövedelmezőséget tudjanak elérni. Tehát ugye különböző gazdasági folyamatok miatt azért zárszínvonal általában növekszik minden megtermelt akár állat, akár növény után. Az nem lehet elmondani a haltenyésztésben, hogy ez az árszínvonal emelkedés az olyan volt, mint ami elvárható lett volna a termelők részéről. Egyszerre több mint 200 kiló hal is lehet a hálóban. Ebben emelik át a teherautóra, amely óriási tartályokban viszi tovább a kereskedőkhöz. A magyarok évente átlagosan 6,5 kiló halat fogyasztanak, döntő részét a karácsonyi időszakban. Attól idén sem kell tartanunk, hogy nem kerül hazai hal az ünnepi asztalra, várhatóan az exportra szánt mennyiség lesz ezúttal jóval kevesebb.